Bár a természet az egyik fő ikletője Ejben Györné művészetének, most az épített környezetet, azon belül is a templomokat választotta legújabb fotóinak témájául. Templomok, tornyok, harangok címmel egy különleges hangulatú és üzenetű kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők a Sárospataki Művelődésházában. Ezekben a templomokban nagyon sok kultúrkincsünk találhatóak. Ezeknek az ajtaja mindig nyitva áll az emberek előtt, nem csak a vallásos emberek előtt, és ha mi a templomba bemegyünk, ott egy különleges világ fogad bennünket. Kizárjuk a külvilág zaját, és átölel bennünket ott a csend, a béke, a nyugalom, ahol elmélyülten gondolkodhatunk a világ dolgairól. Falusi kápolnáktól a nagyvárosi bazilikákig több templomot is ábrázolt a művész. A tárlatnak nem véletlenül a művelődés háza adott otthont. Míg fönt egy nagy építész munkáiból láthatunk egy válogatást, addig itt lent egy témájában ehhez teljesen rímelő és hasonló amatőr fotósnak az alkotásait mutatjuk be. Míg a ház 30 éves évfordulója kapcsán megnyitott emeleti kiállítás Makovec Imre közelmúltban épült templomait ábrázolja, Ejben Györné fotói több száz éves templomokat idéznek meg. Aki a templomot látja, az valamilyen közös élményben részesül. Annélkül, hogy tudná, tulajdonképpen 7 milliárd emberrel fog kezet. Csodálatos dolog ez. A kiállítás megnyitót az Erzsébet nővérek és a Szent Erzsébet általános iskola tanulóinak műsora tette meg hittebbé. Formáljon!